húzunk be egy új karaktert, mert van elég orbunk rá. Hát milyen gyorsan lehet itt új karaktereket kihúzni? És aki esetleg nem látta volna az előző részt, hát tessék, csak tessék megnézni, mert bizony ott behúztuk a mediket. És hát most nagyon-nagyon-nagyon olyan választás elé kerültünk, hogy vagy a Hog Rider, vagy pedig a Dynamike. Nem egyszerű a döntés, de hát én annyira kíváncsi vagyok a Dynamike-ra, hogy jöjjön! Let's go! Ha már Brawl Stars, hát akkor csak a Dynamike, hát még jó, hogy de jól néz ki amúgy. És hát akkor mielőtt behúznánk azt a sok-sok jutalmat, teljesítsünk még egy-két küldetést, mert nagyon közel állunk hozzá, és akkor még több jutit tudunk behúzni. Úgyhogy nézzük is, Rumble Meadow mapon ugyanúgy pörgethetjük nagyba. Na vajon, milyen lesz ez a Dyna? Hú, remélem, hogy ismétete sikerülni fog egy-két nagyon agresszív mérkőzésbe bekerülnöm már, mint ahol én tudok agresszív lenni, és early game-ben, mert ez igazán fontos ebben a game-ben, hogy észrevettem az előző videóban, és láthattátok, hogy baromi nagy előnyt tud adni az, hogyha hozod a kéleket, úgyhogy itt nem a camp számít, sőt. Na jó, nézzük meg a Dynával kezdeni, szerintem nem a legjobb döntés, ezt már biztos, hogy el is rontottam ilyen részről. Oh my god! Oh my god! Jó, a bowler rám ne jöjjön. Na nézzük, három csotit egyszerre, mondjuk ilyen részről nem rossz, hogy egyszerre tudok több karaktert szedni, de kezdésnek. No, 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 no. Jó, és akkor hát lehetett volna ugye favágóskodni is, ami nem annyira tuti most, én azt mondom, hogyha egyszerre ugye a csontikat viszont így leszednénk ugye Dynával, mert ugye egyszerre tudja hitelgedni, és közben itt van a goblinok az, hogy még több coint is droppolnak az enemik, az úgy mondjuk már nem rossz. Na hozzuk csak befele az El Primókat, ha már ugye megvan neki ez a Star Power, én akkor is ugyanannak fogom nevezni. Úgy néz ki, hogy ez a csávó, ez viszont itt nagyon hamar akar rám támadgatni. Aha, mi van, mi a helyzet, hapsikám? Le kéne szedni? Le kéne szedni főleg a medikét, és onnantól kezdve már azért nem ér annyit a csapatja. Nagyon jó! Hát ez a Dyna eléggé bejövős, azt kell, hogy mondjam. Az egész tímet elraktuk láb alól. Jó! Kell egy csikön, és leszedni, nézd meg, és minden jutalom! Oh man! Ki akartam szedni pedig azokat a dolgokat ám belőle. Nagyon gyorsban le kéne rásolni és szedni a csávót. Ez az, széttankoljuk, mennek a hitek, és El Primónak a szuperje is úgy, hogy ott van. Még egy láda full ingyen, és emellé rengeteg coinunk is van, úgyhogy nagyon sok ládát tudunk majd most így kihúzni. Jöjjön a Colt, én azt mondom, legyen egy kis plusz sebzés, habár szerintem, hogyha Dynákat stackelnénk, az sem lenne egy rossz megoldás, de ha már ugye itt van a Star Power, akkor csak azt az El Primót kéne minél inkább nyomni, és már mehetnénk is befele középre, hogy a nagyobb elemeket szétüssük, vagy akár a tímeket. Tehát, hogy miért is ne mennénk rá mondjuk erre a tímre? Miért is ne vernénk agyon? Sőt, akár miért ne vernénk szét mind a kettőt? Mind a kettőt? Hát hogy a fenében ne? Aha, közben megidézte itt nagyba a Kinget, de nem számít ez semmit se, csak annyit, hogy most ugye egy kevesebb a juting. Viszont hát megint húzhatunk még egy karaktert. Lehet, hogy ez lesz az első olyan mérkőzésem, ahol a legtöbb karakterrel fogok egyszerre rendelkezni? Hát simán meg lehet, és hatalmasok is a sebzéseim, úgyhogy nem csodálkoznék, az viszont tudja, hogy kellene egy medik, úgyhogy ezt ilyen részről benéztem, és már 200 goldba kerülne az, hogy esetleg tudjunk húzni még egy karaktert, hát ez szerintem szinte esélytelen, úgyhogy mindenféleképpen inkább kilelni kell azt az enemét, hogy ingyen húzzuk el innen ezeket a dolgokat, de nem akarja beadni! Hát nem baj, akkor lesz majd 5000 koltosz, majd így megoldom én a helyzetet, van most már ugye hillünk is. Hát én azt mondom, hogy azt a tímet kéne először szétszedni, mert őket biztos, hogy jobban szét tudjuk kapni. Itt lehetséges, hogy úgy fogok nyerni, hogy konkrétan megölök mindenkit? Normális! Mi van? Na jó, még egy karakter jöhet, és az legyen most már végre egy medik. Itt van amúgy még a hillünk is közben, ám azt hozzá kell tenni. Na, én azt a csapatot, amíg ott foglalkozik nagyba a dolgokkal, nyomjunk egy kis hillet is oda azért. Nem szabadna hagyni, hogy amúgy elmásszon, mert most simán feltáposodhat. Nekünk ilyenkor nem ezeket a mobokat kéne fókuszálni, hanem azt, hogy ne lagoljozzét a game, ugye? Ugye, ugye? Várjál! Lehetséges, hogy tényleg úgy megnyerjük az egészet! Mi? Fú, első hely! Nem is kellett megvárni, míg a gemek szétesnek! Mi? Ilyen még eddig soha nem volt, nézzétek meg! Mit raktam el? Egyedül három? Három enemy az, akit nem én öltem meg? Na jó, ezért szerintem járni fog a jutalom. Nézzük csak!
Nem rossz. Azért járhatna pluszba azért is, hogy mennyi killeket szereztünk. Adhatna ezért még sokkal több jutalmat ilyen részről. De hát, mindjárt megvan a következő jutalom is, és a küldetéseink, arról ne is beszéljünk, hogy hogyan állnak. Hát mind a kettő meg is lett, már csak az a koinos van, és közben a többi is halad előrefele. Hát mennyi jutalmat fogunk tudni behúzni? Atya ég! Jézus Mária! Ugorjuk is a következőbe, hogy tudjunk minél több küldetést teljesíteni. 400 koinos az fix meg lesz, 20 csesztet kiírni az nem olyan egyszerű, de a koltos az még meg is lehet simába, hogyha nagyon atakolunk, és ugye koltot fogjuk választani. Hú, ez akciódús fight volt. Én mondom, hogy kezdek ráérezni a game-re, tényleg ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan hozod meg az első lépésedet, hogy mit hozol, és hogyan is fogod megjátszani a helyzeteket. Nagyon fontos az, hogy mit droppol ugye neked a game, és hogy azt te hogyan alkalmazod. Úgyhogy nézzük, hogy is, hogy kivel kezdünk. Hú, én azt mondom, hogy jöjjön egy goblinos cucc. Ilyenkor ugye érdemes futni azonnal a következő láda felé, mert így instant megszerezhetjük a következő karaktert, és közben pedig már állokolódhat majd az azutáni. Hát most ugye nyomhatnánk még egy goblin, de az túl OP lenne, azért nem akarok ennyire szemét lenni. A koltot azt lehet, hogy most már érdemes behúzni, pont előzőleg is azt akartam volna inkább választani. Most meg azért, hogy most már van egy ilyen HP-s karakterünk, jó lett volna átmenni azért még, ha át tudunk. Úgy néz ki, hogy közben az enemék azért egyre okosabban játsszák meg a helyzeteket. Nekünk valahogy át kéne kúszni valamerre, illetve hát szerezni egy kis plusz coin mindenféleképpen, mert le fogunk maradni. Már most azt nézem, hogy kezdek lemaradni, haver. Le kéne támadni a csávót. Úgy nagyon jó, hogy a Dynamite megpusztul. Ez az, baby! Még a tankot is leütöttük. Nagyon jó volt ám ez a kezdés. Most ő egy kicsit azért visszamaradt, úgyhogy simán le lehetne őt rásolni. Ugye meg is látjuk, hogy mi a helyzet. Hát fabágózni nem fogunk, akkor már inkább azt mondom, hogy elit barbár mindenféleképpen. Azt azért eléggé lesebezték. Nem akarok én elé állni, haver! Azt a gólemet azt nagyon ki kéne onnan szednünk. Nagyon ki kéne szedni a gólemet, úgyhogy egyértelműen őt támadjuk. Nincs mese. Jó! Instantban jöhet is a következő fejlesztés, hát ez gyorsba ki kéne kerülni, és csak elnyomok egy healt, mert menteni akarom még a squadomat mindenféleképpen, kapjuk közben a speedet is. Ilyen részről ugye ilyenkor nem érdemes annyira rám... Micsoda jutalmak estek ki közben a Kingtől? Haló? Jó, nem. Először húzunk be még egy karaktert inkább. Tehát ilyen részről ugye a chicken annyira nem fontos, hogyha már te mész inkább a late game-re. Most ilyen részről lehet, hogy jó lett volna, de late game-ben annyira a chicken nem OP, úgyhogy inkább választottam megint a barbert, mert hosszabb távon jobb lehet és így a legvégére. Azt a hírt azért lehet, hogy fel kéne kapni, bár nem akarok itt a külső sávba tartózkodni igazán, mert ilyenkor nagyon le tudunk maradni, és az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok fájtot kéne bevállalni, mondjuk még mindegyik csapat él, úgyhogy nem játsszák annyira rosszul meg a helyzetet, de most mindenféleképpen le is rassolom a fenébe, csak hát az a baj, hogy közben itt van ám a többi enemi is, úgy néz ki, hogy inkább irányt változtat, de mi ezt nem fogjuk ám hagyni. Mi ezt nem hagyjuk, az a csapat ott ki lett ütve, és mindenféleképpen jár nekünk akkor így. Nem jár ingyen? Mi az, hogy nem jár ingyen nekünk? Jó, ott a ki! A ki is nem vettük fel, várjál, hát az, hogy valaki ott felkapja, azt akkor itt kész, vége? Az nem lett volna úgy túl jó, az a helyzet. Na, gyorsba húzunk is be egy dynát, csak hogy legyen valami más is. És hát néha előfordul ez a lag. Amúgy ilyen részre viszont a kulcsot érdemes lenne tartogatni a későbbiekben, mert ugye most 40-nél tudtam volna húzni még egy karaktert, és akkor a 80-os tudtam volna full ingyen kirántani, ami azért ilyen részről jobb. A rage-et el is toljuk, eléggé broken azért ilyen részről, és most megint ugyanabba kerültünk, hogy jobb lett volna tartogatni egy picikét. Final stretchbe vagyunk, nagyon sok enemy van ám itt, akik most támadnak egymásra, és úgy néz ki, hogy amúgy nem állunk olyan rosszul, a King az megpusztul. Úgyhogy ilyen részről egészen jó a fightunk, és nagyon jó itt late game-ben. Iszonyat jó a Dynamite late game-ben, hogy egyszerre mindenkit üthetünk, hát ez a Hogrider, ez bolond. Normális vagy? Normális vagy, hogy? Hát szét kapok én mindenki, gyere már! Haver, azt a Kinget azt nem fogjuk életbe hagyni, esélytelen, gyere! És nézd meg, elviszi! Elviszi a Móni! Hát nem mint, hogy ez sokat jelentene számára, számunkra annál többet, és ugye már kinyíltak viszont közben a Gemmájnak, de nem igazán azt nem szoroz, mert olyan hatalmas az előnyünk, és hát még egyet húzhatnék free-be, de én azt mondom, hogy Luke-ot is megölöm, hát gyertek,
Gyertek, harcoljatok a legvégére! Gyere ide, nyomunk egy olyan frizt, hogy még meg fogsz halni, haver! Figyelj! Még nem fogja tudni behúzni a jobb helyet! Hát megpusztul! Kiütöttük nagyba! És megint egy full action game! Jó! Na ezeket adom! Ezeket adom! 69 ráadásul! Ott a mágikus szem, nézzétek meg! Gyakorlatilag egyetlen egy enemit nem éröltem meg, a többit mindent! Úgy érzem, hogy most ebben a videóban nagyon ráéreztem a gémre, nagyon-nagyon érzem most már a flowját, tényleg a ritmikáját el kell kapni, és akkor onnantól kezdve már azért könnyebb dolgod van, és két küldetés megint teljesült, nagyon lehet ám így amúgy farmolni azt a mindenét, így rengeteg jutalomhoz lehet ám hozzájutni. Wow! 60 szörnyet kell majd megölni, meg szólóban top 5-be benne maradni, hát haver, ez nagyon easy lesz, meg még cseszteket kiítogatni. Úgyhogy, hogy láthatjátok, és nem túl bonyolult ilyen részről, hogyha már érzed a játékot, és hát ugye, hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő részekről, akkor mindenféleképpen érdemes feliratkozni a csatornán és dobni egy hatalmas lájkot, mert olyan láthatjátok, folyamatosan jönnek a csiriók, és ugye nem említettem, és nem biztos, hogy mindegyikről fogtok kapni értesítést, úgyhogy érdemes rácsekkolni a csatornára azért így rendszeresen, hogy van-e már fent esetleg új videó, mert én mindig érkezni fogok, ezt a játékot szétadom, hogy függni fogom, ameddig csak lehet.